Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami nem lenne más, mint az első Vlogmas rész. És ezt nagyon fura kimondani, az az igazság, hogy elméletben készültem már rá, de gyakorlatban, hogy tudom, hogy mire vállalkoztam, ez azért így kemény. Lényeg a lényegben, hogy ideértem a Papp László arénába, nem tudom miért játszok a kulcsommal, de most értem ide, mindjárt 9 óra van, és... Ugye itt a parkolóba az első emeleten álltam meg, és most le fogok menni a földszintre, ahol ugye a lovak vannak. Aki nem tudná, most a hétvégén volt itt a Papp László sportarénában egy lovasverseny, Öcsi is indult, ma van az utolsó nap, és azt a feladatot kaptam tőle, hogy amíg ő pályát néz, addig nagyon kedvesen ébresszem fel Enjoyt, mert a drágám alszik. Úgyhogy most ezt fogjuk együtt megcsinálni, utána, hogyha lement ez a nagy káosz, mert picit azért késésbe vagyok, utána elmondom nektek a terveimet, ötleteimet és minden részletet, meg egy kis meglepetést is a decemberrel kapcsolatban, úgyhogy kezdjük el a napot. Hát szia! Ez az! Mit találtál a zsebembe? Jaj, Istenem! Jaj, Istenem! Hát megeszel! Megeszel teljesen! Most nézd meg! Nézd meg! Jaj, hova száll a sóhaj? Szia kicsike! Nem sokára találkozunk. Szia! Ne egyél meg! Na és akkor már vissza is értem a kocsiba, mi meglepő. Egyébként annyira gáz, hogy mindig az autóból videózok nektek. Na mindegy, szóval gyorsan felvázolom nektek, hogy mi a helyzet. Kezdem először az aktuális dologgal, még mindig itt vagyok ugye a Papp Lászlónál, és hát ez a hétvége, ez nem az Öcsi hétvégéje volt, úgyhogy a 3 napból 2 az nagyon nem volt jó, nagyon. A középső nap az viszonylag jó volt, ott egyet ütöttek, de valahogy ezt most senki nem érezte, se Enjoy, se Sanyi, úgyhogy hát ez így sikerült, de mindegy, igazából nincsen túl nagy jelentősége. Ezután a következő pedig az, hogy Vlogmas. Igyekszem nektek úgy videózni, hogy egynapos elcsúszásba fogom felrakni a videókat, tehát amit ma veszek fel, az holnap megy ki, és így tovább, és így tovább. Terveim szerint úgy fog kinézni ez a dolog, hogy hetente körülbelül 4 vlog lesz, és 3 olyan videó, ami más témájú. Na most az, hogy smink, vagy unboxing, vagy haul, vagy nem tudom én micsoda, azt még nem tudom, de körülbelül így fog felépülni. És úgy gondoltam, hogy hétközben lesznek a vlogok, hétvégére pedig fogom tenni ezeket a videókat, viszont aztán rájöttem, hogy ez nem túlságosan kivitelezhető, mert lehet, hogy nagyon sokszor hétvégén lesznek olyan dolgok, amiket szeretnék nektek megmutatni. Úgyhogy arra jutottam, hogy nem biztos, hogy napi vlogok lesznek csak, hanem lehet, hogy lesz olyan, hogyha az egyik napom kicsit uncsibb, akkor azt át fogom vinni a következő napra, és akkor 2 napból lesz egy napi vlog, vagy valami ilyesmi, értitek, hogy mit akarok mondani. És van egy dolog, amit nem sokára elmondok nektek, csak oda megyek a következő helyre, ami nem lesz más, mint a Brodapest lakás, amit egyébként ti az első részt ma fogjátok látni, és
nyilván én megyek most a lakásba, a többiek már ott vannak, ott várnak engem. Nem engem várnak, de mennyire jól hangzott így. Úgyhogy igazából szerintem az lesz, hogy én most elindulok, és hogyha odaértem, akkor folytatom, megmutatom nektek, hogy kik vannak ott, és utána láthattok egy kis behind the scenes-t, legalábbis remélem, hogy megengedik, hogy felvegyem azokat a dolgokat is. Úgyhogy ha odaértem, akkor onnan jelentkezünk a többiekkel, és mondom nektek tovább a híreket. Hello! Sziasztok! Én Bence vagyok, és ez itt az új... Jézusom, hogy nézek ki, te jó ég! Hello! Hello, it's me! Hajam. Csá! Mindig megkapom a videóim alatt, hogy mi nem szeretjük egymást. De nem szeretjük egymást. Mi mit csinálunk rosszul, hogy mindenki azt hiszi, hogy nem vagyunk jóba? Mit kell csinálni mindig ahhoz, hogy... idegesen videózunk. Egyébként az a baj tényleg, hogy mindig, rohanunk, mindig annyira sietünk, vágunk. Vesszük fel a videókat, hogy nagyon feszült mindenki. Mi ketten a fiúk ilyenkor mindig lesz. Hiszem el, hogy nem tudjuk csinálni. Maradjál már csendben, a kapcsolatunkról szeretnénk most beszámolni. Így van. De mi szeretjük De most Bence, akkor ezek szerint közben kibillette ezeken bókszintábra, ezek szerint. Az a nyelv. Ti maradtok? Hát persze, hát ne szóra. Figyelj, én még körülbelül 5 percig maradok, amíg most megeszik egymás, utána így. Kezd nagyon-nagyon álmos fejem lenni. Napközben többször is kicsit bealudtam. Azt nem mondtam nektek, hogy éjjel körülbelül 1 órát aludtam. Egy kicsit nagyon sokáig voltunk fent. Csak ugye utána én reggel mentem versenyre, Bence viszont tovább aludt, és... ezek nekem nagyon beszoktak tenni, iszonyatosan fáradt vagyok ilyenkor napközben. De nem is ez a lényeg, az egyik dolog az az, hogy most ment le a Brodapestnek az első része, tehát a második évad első része. Kicsit más a formátum, mint eddig, mi sokkal jobban élvezzük, az az igazság, hogy ebbe sokkal otthonosabban mozgunk. Ezen kívül pedig van még pár változtatás, és még lesz is pár változtatás, amiket megint csak nagyon szeretünk, úgyhogy remélem, hogy ti is ugyanúgy fogjátok szeretni, mint mi. Csütörtökön fog érkezni a következő Brodapest epizód. Nagyon várom, egy hatalmas csavar lesz benne, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz rá a reakciótok. És még egy valamit szeretnék még elmondani nektek, ami pedig nem más, mint hogy megjelent az első merch termékem. Egy crop topról van szó, de egy pulcsi crop topról. Instastoryba már kiraktam, láttátok nagyon sokan. Nagyon sokan írtatok is, hogy nagyon tetszik és hogy imádjátok. Nagyon szép lett a minta, nagyon tetszik a fazon, úgyhogy őszintén megmondom, hogy iszonyatosan nagy kő esett le a szívemről. A crop top egy ilyen bézs színű anyag, belül nagyon-nagyon puha, kívül pedig nyilván ilyen tipikus pulcsi anyaga van, és a jobb kezén van egy vonal rajz, ami nyilván nem pontról pontra, de alapvetően Enjoyt ábrázolja. Az orrának is foltot is megtaláljátok, meg a homlokán is a kis csillagot, úgyhogy nagyon örülök neki, iszonyatosan boldog vagyok elmondani, nem tudom, hogy mennyire. Ahogy itt láttátok már a képen mellettem, miközben magyaráztam, hogy hogy néz ki, így néz ki a pulcsi. És egy nagyon fontos információ ezzel kapcsolatban, hogyha december 15-éig rendelitek meg, akkor még karácsonyra a fa alá megérkezik a rendelésetek, úgyhogy ha érdekel titeket, akkor lerakom a leírásba a linket, a Lambox oldalán tudtok rendelni, ott ki kell választani a youtuberek kis címkét, és azon belül pedig a Markó Rebekát, mi meglepő, és ott fogjátok megtalálni a pulcsit. Annyit szerettem volna még nektek mondani, ez egy ilyen, nem tudom, hogy nektek unalmas lesz, de szerintem egy nagyon unalmas napi vlog, mert szinte semmi nem történt. Nyilván forgattunk, de abban nem tudok nektek mindent megmutatni, mert azt majd a részekben fogjátok látni. És amit amiatt szeretnék nektek elmondani, hogy lehet, hogy lesznek olyan napi vlogok, amik nagyon rövidek lesznek, tehát közel sem fogják elérni a 10 percet, számítok erre is. Hogyha véletlen így alakul, akkor ne haragudjatok rám, igyekszem tartalmas videókat gyártani a vlogmes alatt is, viszont ilyet még soha nem csináltam, hogy tényleg minden nap levideózzam. És azért ti is tudjátok, vannak olyan napok, amik izgalmasak, vannak olyan napok, amik annyira nem, és nyilván ez ugyanígy van velem is. Most még haza fogunk menni, mert reggel nem volt időnk összepakolni a cuccokat, úgyhogy valószínű, hogy otthonról is fogok még nektek jelentkezni, illetve hogyha visszaértünk, akkor még itt is, mert kell még csináljak egy képet, és ezt a videót el kell kezdjem megvágni, és közben pedig azt a Jeffrey's csomagot, amit mutattam nektek sztoriba, és kérdeztelek titeket, hogy mi lehet benne,
kevesen találtátok el egyébként, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy fel kell vegyem az első benyomás videót arról is, mert már remegek, hogy belenyúljak konkrétan, és félre raktam, megint megálltam, nem nyúlkáltam bele, ki se bontottam, még csak egy picikét se, úgyhogy most már nagyon szeretném azt is felvenni, hogy meg tudjam mutatni. Úgyhogy szerintem az lesz a legjobb, hogyha elindulunk, és folytatjuk tovább a napunkat, esténket, vagy valami ilyesmi. Csináltam új... Mit csináltál? Új indexképet csináltam a Prodának, nézd, így néz ki. Jobban néz ki szerintem sokkal. Igen. És csütörtökön érkezik a következő rész, így van? De, december 5-én. December 5-én. És én annyit már elmondtam így előjáróban. 4. 16 óraja. 16.00. Annyit elmondtam már előjáróban, hogy lesz benne egy nagy csavar. És... Mennyire ugye? Azt nem mondtam, hogy mennyi lesz, de lesznek benne meglepetések. Az biztos. Egy nagyon nagy lesz, ha jól sejtem. Igen. És jaj, nagyon kíváncsi vagyok a reakciókra, úgyhogy csütörtökön ne hagyjátok ki a Brodapestet. 16 pedig... óra live-ban vetítjük le, gyertek, mert mi is kommentelünk, ott vagyunk. És mi pedig induljunk, léci haza, mert össze kell pakolni a cuccokat és jönni vissza. Beszartam. Ez igen. Azt hiszem, hogy a kamerámat ott hagytam a Broda lakásban, viszont hazaértünk. Bence porszívózott, pakolt, én addig a konyhát raktam össze, rendbe. Összepakoltam a kajákat, amiket szeretnék magammal vinni, hogy én is tudjak normálisan kajálni. Összepakoltam már a sminkemet, még a ruhákat kell összeválogatni, és talán kész is vagyunk. A sminkem kezd darabjaira hullani. Bence közben kifiguráz a hátam mögött. És el fog jönni az a pillanat is hamarosan, amikor nagyon éhes leszek. Úgyhogy igen, Bence az mostanában nagyon, nagyon varázsol a fényekkel. Az összes sztorimba és az összes videós bejelentkezős mindenembe fényekkel varázsolom. Csak ott hátul meg ki kell cserélni a spotokat, mert azok nem képesek még színekre. Itt van nálad a kulcsod órának? No. Az amúgy is kicsi homlokom, mert tárcát hoztam. Sokkal jó, de... Bemész? Összepakoltunk, már a kocsiba. Bence természetesen bent hagyta a tárcáját, úgyhogy azért még visszaszalad. És a félházat elhoztuk magunkkal, vagyis hát én, mint ahogy általában mindig. De hát igen, ilyen vagyok. Ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Mindig 5B tervet tervezek, és még 3C tervet. És elindulunk mindjárt, ahogy kér Bence. Olyan hülyén áll most ez rajtam. Tehát ahogy kér Bence, indulunk is a Brodaházba, és onnan még jelentkezem nektek. Nem ültél rá a tárcámra? Véletlenül? I mean... Kérlek, mondd, hogy ráültél. Upsi! Nem baj. Hát mondjuk azért át kell értékeljük ezt a nap végén, tehát ez elmond egy-két dolgot. Viccelek, jöttem. Legyen neki! Ú, de jó! Éppen engedem még a vizet itt a hát kis kádban, hogy finoman fogalmazzak. Csináltam egy ilyen kis cuki fürdőcskét. Mindjárt felmelegszünk, mert a fűtés az még nem lett teljesen felvéve, tehát még nem melegedett fel teljesen.
Utána meg elkezdem vágni nektek a videót, hogy holnap már tudjam is kirakni. Úgyhogy lehet, hogy lesz még pár klip fürdés utánról, vagy vágás közben, vagy bármi ilyesmi, de a videó nagy része az igazából ennyi lett volna. Hát így, hogy levettem a sminket, szerintem most már lehet látni, hogy mennyire fáradt vagyok. Ilyen táskáim soha nem szoktak lenni, de rendesen soha.